erőforrások összpontosításáról van szó. Arról, hogy mindazon részinformációk, amik keletkeznek a kutatóintézetekben, azokat tudjuk összevonni, és ezek az információk egymást erősítő információk lehessenek, és segítsenek minél hatékonyabban a döntéshozatalban. Én azt kívánom mindenkinek, hogy lássa, tapasztalja meg azt, hogy itt nem arról szól, hogy intézményi önállóság, csorbítás történne, hanem arról szól, hogy hogyan tudnak az energiák úgy összeadódni, amelyek egy sokkal hatékonyabb kutatást, fejlesztést és innovációt tudnak lehetővé tenni. Minden egyes felvetést, javaslatot, aminek számszerű következményei vannak, azt itt modellezik ebben az intézetben. És az, hogy a jövőbeni agrárpolitika hogyan alakul, hogy mit szeretnének a magyar gazdák, ugye ez beszűrődik ide, ez az elvárás. Ők erre kidolgozzák a modell számításaikat. Ez ugye megvan nekünk, amivel mi megyünk Brüsszelbe, és próbáljuk eladni, bemutatni a különböző országok szakembereinek, hogy számukra is ez kedvező. És amennyiben mi is találkozunk egy önálló felvetéssel más tagállamok részéről, vagy éppen bizottsági javaslat formájában, az természetesen azonnal küldjük haza, és itt a kutatóintézetben számolnak, és nézzük azt, hogy a magyar gazdák érdekeit az hogyan segíti. Az integráció nem cél, hanem eszköz. Eszköz ahhoz, hogy a szakpolitikai döntéshozatalt tovább erősítsük, segítsük, támogassuk, és megalapozott döntések tudjanak születni az agrárpolitika területén. Ennek részeként 2014-ben létrejött egy agrárkutatási integráció Közép-Európában egyedülálló módon. Ekkor jött létre a NAIC, 12 intézetből, 4 gazdasági társaságból, és ez az integráció, mondhatjuk azt, hogy teljesedett ki ez év május 1-től, amikor az Agrárgazdasági Kutatóintézet is a NAIC rendszerébe került, amivel gyakorlatilag a teljes kutatási innovációs termékpályát tudjuk lefedni, és a szakpolitikai döntéseket, megalapozó kutatásokat egy rendszerben összefogni, és a minisztériumot ebben a munkában segíteni és támogatni.